egy új kerettel, új célokért küzd majd a 2022-23-as élvonalbeli labdarúgó szezonban a DVTK női labdarúgó együttese. 9 döntő részben meghatározó játékos távozott a Bém Gábor irányításával szereplő csapatból, helyükre a saját akadémia legjobbjai és élvonalbeli tapasztalattal rendelkező magyar labdarúgók érkeztek. Az 5 hetesre tervezett felkészülés után augusztus 13-án kezdődik majd a bajnokság. Bámegy a passz! Befelé! És! Érjem oda! Gyönyörű, bravo, Ancsi! A vezetőedző diktálta komoly tempóban végzi edzéseit egyelőre hazai környezetben a DVTK élvonalbeli női labdarúgó csapata. Július 4-én indult az 5 hetesre tervezett felkészülési program a Bém Gábor irányításával szereplő miskolci piros-fehéreknek, akik komoly léptékű változáson estek át. Egy kivételével távoztak az idegen légiósok, helyüket részben a saját akadémiáról érkező fiatal tehetségekkel, részben pedig a Szimplő női ligát ismerő magyar játékosokkal pótolták. A saját nevelésű fiatalok mellett visszatért tehát a DVTK-hoz Olá Adrián a támadó szekcióba, és komoly alapot adhat a válogatott támadó a 6-szoros magyar bajnok Nagy Lilla is. Szintén meghatározó tagja lehet az újjáépülő Diós Györgynek a több klub által hívott védőjátékos Geréd Erika, aki második szezonját kezdi majd meg piros-fehérben. Még erről nem beszéltünk konkrétan, hogy melyik poszton fogok játszani. Én ugye szívem szerint a szélső posztot preferálom, de úgyis ott játszok, ahol szükség van rám, és ahol hiányos, úgyhogy kíváncsian várom én is. Már második hete dolgozik a keret a vezetőedző irányításával, és szombaton Budapesten 11 órától már jön is az első edzőmeccs az MTK ellen. Ezek után Kassa csapata érkezik majd a DVTK edzőközpontba, amit egy soproni edzőtábor követ, itt szlovén és osztrák ellenfelek várnak az újjáépülő Diós Györgyre. Inkább a fiatalabb játékosoknak a motiválása, illetve a beépítése lenne majd a cél a elkövetkezendő 2-3 évben, a vezetőség ezt határozta meg. Kiegészülve rutinos játékosokkal, arra azért mindig figyelünk, hogy legyen a csapatban egy olyan mag, akire felnéznek a fiatalok, illetve átsegíti a fiatalokat a nehezebb edzéseken, mérkőzéseken, nehezebb időszakokban. Egy több éves projektbe kezd tehát bele a Bém Gábor edzette együttes, mely során a már 12 csapatos hazai élvonalban tehát a DVTK Akadémia neveltjeire az eddigieknél jobban támaszkodva megy tovább a munka. Így a felkészülés feladata, a még nem végleges és átalakuló játékos keret miatt is, a változó játékstílus minél eredményesebb elsajátítása lesz. Az 5 hetes felkészülés után pedig augusztus 13-án rendezik a női élvonalban az első fordulót.